Jó napot kívánok! Kovács Sándor vagyok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnöke, és jelen pillanatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös választókerületének Fidesz-KDNP által jelölt országgyűlési képviselőjelöltje. Nagy megtiszteltetés ez nekem, hiszen alelnök lehettem. 2010-ben megválasztottak megyei önkormányzat képviselőjének, és a többi képviselőtársam bizalmából alelnök lettem. Ez az alelnöki munka 2010-ben azt gondolom, hogy nem kis felelősséget és nem kis feladat adott, hiszen több mint 10 milliárdos költségvetéssel, 4700 közalkalmazottal, 33 intézménnyel, a kultúrától, az egészségügyen át, a szociális szolgáltatásokig, a gyermekvédelmen keresztül. A főállású alelnök feladata lett az, vagyis nekem, hogy ezt az egész rendszert menedzseljem, megpróbáljam az itt élő embereknek az életszínvonalát, a mindennapjait jóvá tenni az intézményrendszeren keresztül. Nem sokáig tartott ez a munka, de azt gondolom, hogy letettük az alapot egy átszervezéssel, hozzákezdtük ennek az intézményhálózatnak a szolgáltató központú, az ember központú és a dolgozók összevonásával járó megyei intézmény fenntartó központ létrehozását, illetve a holding létrehozását az egészségügyet tekintve. Nem kicsi feladat volt, de azt gondolom, hogy megérte, innen visszatekintve majdnem 4 év után. 2012-ben véget ért ez a feladat a megyei önkormányzatnak, és egy új, egy más feladat következett. Annyira új volt és annyira más, hogyha őszinte akarok lenni, 2012 elején csak tapogattuk, hogy mit is jelent a fejlesztéspolitika, hogyan is lesz a megyei önkormányzat fejlesztéspolitikáért felelős, közreműködő szervezetet irányító testület. Olyan politikai testület, akinek döntéseket kell majd hozni a megye fejlesztése érdekében. Úgynevezett területi operatív programot kell majd irányítanunk. Hozzá kellett kezdenünk, de minden kezdetnél. Azt gondolom, hogy a szükséglet felmérése az itt élő embereknek, önkormányoknak, civileknek, vállalkozóknak kellett megkérdeznünk a problémáját, meg kellett hallgatnunk az ötleteiket, meg kellett néznünk, hogy milyen ötleteik voltak az elmúlt időszakban, és ebből mit valósítottak meg. Előkészítettük, és összehívtunk 2012. júliusában egy nagy roadshow-t, ahogy idegen szóval és új szóval mondják, egy beszélgetést a társadalom minden olyan szereplőjével, akik tenni akarnak, tudnak tenni, akarnak tenni ennek a megyének a fejlődésért. Azt kell mondanom, hogy ez a megye megérdemli a fejlődést. Hiszen tudjuk, hogy különböző statisztikai adatok alapján a megye az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéje. És a megyének egy-egy része nagyon hátrányos helyzetben van. Nem szívesen használom ezt a szót, de nem tudok jobbat. Ezt a hátrányt le kell küzdenünk, visszájára kell fordítani. Ezért össze kell fognunk, és ki kell találnunk önmagunkat. Senki nem fog ebbe a megyébe jönni, és fejlesztéspolitikát a szánkba tenni. Nekünk kellett ezt megcsinálni. Azt gondolom, hogy a 2014. februárjában elfogadott fejlesztési stratégiai és operatív program jó alapja lesz annak, amit az itt élő emberek pályázataikkal az embereknek a jólétére tudnak fordítani, hiszen egy-egy ember, egy-egy csoport más embereknek, más embernek a jólétét tűzi ki feladatul, akár gazdaságpolitikáról beszélünk, hiszen ennek a fejlesztéspolitikának a fő eleme, hogy az 2014 és 20-as időszakban 60%-át ezeknek a forrásoknak gazdaságélénkítésre fogjuk használni. De nagyon fontos az önkormányzati szektor, hiszen az állami szektor még mindig közszolgáltatás egy részét látja el helyi közigazgatással, óvodával, bölcsődével, sport megszervezésével, a társadalmi jólét megteremtésének, vagy a jólét növelésének a feladatát meg kell, hogy oldja. Ezért az önkormányzatoknak saját településeiken kell fejlesztéspolitikai stratégiát készíteni, amelyet utána össze kell dugni a fejüket a többi polgármesterrel, és úgynevezett kistérségi stratégiába kell gondolkodniuk, amelynek illeszkedni kell a megyének. Így lesz integratív, egymásra épülő és fejlesztéspolitikát szolgáló ez a dolog. Azt gondolom, hogy mi ennek jó gazdái vagyunk, voltunk és leszünk, hiszen most fog elindulni, amikor majd konkrét pályázati kiírásokra konkrét projektötletek fognak jönni. Tehát azt gondolom, hogy alelnökként az eddigi munkálatomban a közszolgáltatás menedzselése után a fejlesztéspolitika iránya is remélem, hogy siker lesz. Bízom abban, hogy a kollégák által elkészített anyag és az általunk menedzselt anyag egy olyan alapja lesz ennek a megyei fejlesztésnek, ami meg fogja mutatni, hogy az itt élő emberek egy jobb sorsra érdemesek.
Héberén, itt vagyunk a hazámba, abba a kis faluba, ahol az életem eddigi nagyobb részét leéltem, hiszen Györteleken növekedtem fel, Géberjénbe való édesanyám, ide költöztünk 1993-ban. Talán itt elmondhatom, hogy a rendszerváltás óta először Fűpösdörószon, aztán Géberjénbe két cikluson keresztül, meg 2000-től ennek a kis településnek voltam a polgármestere, egészen 2010-ig, ahol az emberek bizalmából újra választottak, viszont választanom kellett, hiszen a megyei közgyűlésbe is bekerültem. És alelnökké történő választásom után döntenem kellett polgármesterség vagy alelnökség. Itt lakom, innen járok dolgozni, és azt gondolom, hogy Géberjénnek, Szatmárinak érzem magam. Abba a kisfaluba, ahol 2000-ben időközi választással lettem polgármester, képviselőtestületi tagokkal mindig azon törtük a fejünket, hogy hogyan lehet ennek a helyi társadalomnak valami pluszt adni a mindennapi működés mellett. Olyan pluszt, ahol közösségé kovácsolódik az iskola, a helyi társadalom, az idősek, a gyerekek, a civilek. Nagyon fontos, hogy sok civil szervezet megalakulásánál bábáskodtam. Ezek mai napig sportegyesület, idősek klubja, néptánccsoport, polgárőrség, jócsól egyesület. Az elmúlt 10 év, illetve az a 10 év, amit 2000-től 2010-ig polgármesterként tettem, azt gondolom, hogy itt hagyta a nyomát, a bélyegét ebbe a településen. Ez az épület, ahol állunk, ez is egy olyan beruházás része, amit önkormányzatként, polgármesterként kezdtünk, és átadtuk üzemeltetésre az említett Jót s Jól Egyesületnek. Valamit tennünk kellett annak érdekében, hogy kistérségként olyan szolgáltatásokat szervezzünk meg, ami nincs csak nagyvárosokban, hogy mindenkinek érthető legyen, a szociális törvény lakossághoz mérten írta elő a szociális szolgáltatást. Annak a kistérségnek az alelnökeként, amiben Géberjén is tartozik, a Márté-Szalkai kistérség, megvizsgáltuk a szükségletet, és kiderült, hogy a fogyatékosokkal és a pszichiátriai betegekkel nem foglalkozik senki. Pedig a madridi nyilatkozat az így fogalmaz: az a társadalom, amely számos tagját kirekeszti, elszegényedett társadalom. Azt gondolom, hogy Géberjén nem elszegényedett társadalom, és Márté-Szalka környékén sem az, hiszen megszerveztük a fogyatékosoknak a nappali intézményi ellátását, a pszichiátriai betegek nappali ellátását, támogató szolgáltatást. Ez a kistérségnek mondjuk, hogy a déli nyugati része, az északi északkeleti része pedig a Boldog Családok Egyesülete által szintén civil szervezeti formában látjuk el, most már 6. éve, azt gondolom, hogy a polgármestereknek és a társadalom megelégedésére. Géberjénről egy pár szót és az itteni intézményről egy pár szót. Jelenleg 139 főnek adunk munkát és kenyeret. Ezzel a légi szlogennel kell, hogy elmondjam, hiszen a fogyatékosok, csökkent munkaképességű embereknek kereseti lehetőséget biztosítunk. 119 ember ezekbe a kategóriákba sorolható, és 20-an vannak azok, akik főállásuként, szociális szakemberként ezt megszervezik, menedzselik, szakmailag irányítják. Azt gondolom, hogy ez a másik olyan dolog, amire méltán lehetek büszke nagyképviség nélkül, hiszen egy ilyen kis faluban ennyi embernek munkát adni nem kis dolog. És ha hozzáteszük, hogy az embereink által elvégzett munka, gyümölcse, az piacra is jut, pénzbevétel van belőle, azt gondolom, akkor nem dolgoztunk hiába. Minta lehet ez minden olyan önkormányzatnak, civil szervezetnek, amelyek az előttünk álló fejlesztési források kihasználásánál akár líder, akár más formában, de összefogva olyan termékeket állíthatnak elő, amely mini üzemekben a közfoglalkoztatás és az ilyen típusú rehabilitációs foglalkozás összehangolásával minőségi terméket, magasan hozzáadott minőségi terméket tud előállítani, akár mini konzervüzemekben, akár vágópontokon, és akár exportra termelve is. Hiszen nekünk az olajütésben van, a hideg olajütésben van gyakorlatunk, tapasztalatunk. Egy példát hadd mondjak el, Porcsalma község önkormányzatával úgynevezett szektorok közötti együttműködést már megtapasztaltuk, elkezdtünk együtt dolgozni, hiszen ők nem a klasszikus zöldséggyümölcsöt, hanem például tökmagot termeltek, amelyeket mi megvásároltunk és olajat állítottunk elő. Azt gondolom, hogy ezek minták lehetnek a többi önkormányzatnak is, hogy össze kell fognunk és ki kell találnunk azokat a termékeket,
amelyeket még egyszer mondom, magasan hozzáadott értékűvé lehet tenni az itt élő emberek munkájával. Nem kell, hogy várjuk, hogy a sült galamba szánkba repüljön, meg kell szervezni önmagunknak, van lehetőség arra, összefogással, munkahelyteremtéssel, eleinte talán közfoglalkoztatásba és állami támogatással, de később mindenféleképpen ezek tapasztalataiból piacra termelő normál munkahelyek létrehozásával. Ez az egyik olyan célom, amelyet képviselőként szeretnék megvalósítani, amennyiben önök április 6-án bizalmukról biztosítanak. Nagyjécen vagyunk, egy olyan magyar településen, amely egyrésztről Szabolcs-Szatmár Bereg megye 5-ös választókerületének déli szélre a román határ mentén, másrésztről viszont egy nagyon különleges szakrális helye maga kisugárzásával. Hiszen egy olyan településen vagyunk, hogyha a történelem kerekeit visszafelé forgatjuk, 1970-ben a Szamos árvize ezt a falut elvitte. Szinte nem maradt más, csak ez a templom. Megmaradt templomnak. De ez a település, ez a falu megmaradt magyarnak, megmaradt az anyaország falujának, hiszen 1920-ban ezt a határt átrajzolták a mostani Románia területéhez, de az akkori Nagygészről származó megyei főjegyző, ez különböző hagyományok, szájhagyományok alapján, ahogy ki lehet nyomozni, elrendezte avval a francia tábornok, hogy visszarajzolják, megmaradt hát magyarországi, anyaországbeli településnek. Ha még jobban visszamegyünk, akkor megmaradt ez a templom, vagy ennek a templomnak egy része egészen a honfoglalástól. Megmaradt annak a hitnek és a nemzeti hitvallásnak az alapjául, ami magyarrá tesz bennünket, nemzetté tesz bennünket. Azt gondolom, hogy ez különleges, szakrális hely, hiszen hogyha azt a kifejezést használjuk, amit néhány közögi méltósága, megmaradás temploma, akkor ennek a templomnak üzenete van. Mégpedig ez a megmaradás temploma Bajer Zsolt barátom által, Kövér László és Semjén Zsolt által sajtótájékoztatón meghirdetett megmaradás temploma, amelynek az a fő üzenete, az a fő feladata, hogy a magyar nemzetet, a magyarsághoz való tartozást, az elmúlt 1100 év történelmi viharait a következő 1000 évre is megtartsa, üzenhessünk neki. Ennek az a feladata ennek a templomnak, hogy Nagygészről, Nagygécen csináljunk valamit, annak a Kárpát-medencei sok ezer közösségnek az üzenetét fogadja be, akik üzenni akarnak egy márványtáblába, egy gránittáblába vésve, hogy igen, magyarok vagyunk, és ez a magyarság tudat nagyon sokáig fennmarad. Jó hír, hogy ez a megmaradás temploma projekt, ez itt Nagygécen, Szatmár, régi Szatmár szívében, mostani Szatmár szélén valósul meg. Örömmel jelenthetem, hogy 500 milliós projektet nyertünk. A mögöttem látható nagygéci templom a megmaradás templomának 100%-os felújításához, de nem csak ennyi lesz, hiszen a mögötte elterülő parkban a megmaradás parkja is lesz, ahol több mint 200 oszlop fog állni annak a sok ezer üzenettel a falán, amelyet a magyar közösségek a magyar nemzet megmaradásához üzennek, írnak. De lesz még Makovecz Imrének egy olyan kilátója, hogy erre majd felmászunk, akkor kivehető a Nagy Magyarország, Kárpát-medencei Magyarországnak a látképe, de lesz egy megmaradás temploma és egy kicsi, egy szakrális templom, ami a 12 hónapra a fény és az árnyék játékára a magyarság születésének, halálának, megmaradásának jelképe, szimbolikája lesz. De lesz egy Schwarzporta, annak a Schwarzbácsinak az emlékére, akit el akartak innen hurcolni, és a falu megállította a katonákat, elébük állt. De Schwarzbácsi elment önkéntesen, emlékét szeretnénk ennek a látogatóháznak a felépítésével megőrizni.
nagyjából ez a projekt sok-sok részletével. Azt gondolom, hogy egy olyan magyarság szakrális helye, esetleg egy nemzeti emlékhely lesz belőle, ahova méltán jöhetnek el a magyarok emlékezni, ünnepelni, és a jövőt, a jövőnek a lehetőségeit lerakni. Tisztelt magyar választópolgárok! Az önök erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarország ma jobban teljesít. Összefogtunk és legyőztük az évszázad árvizét, beindítottuk a gazdasági növekedést és csökkentjük a rezsiköltségeket. Sok még a teendőnk, de közösen nagy dolgokat vihetünk véghez. Fejezzük hát be együtt, amit közösen kezdtünk el. Hátészalkán és a környéken élő emberekért dolgozni az országgyűlésben nagy megtiszteltetés és felelősség. Azon leszek, hogy munkámmal a helyiek érdekeit képviseljem. Bízom abban, hogy lehetőséget kapok önöktől térségünk képviseletére. Kérem, támogassa a Fidesz KDNP jelöltjét. Magyarország számít önre.